A Szegedi Tudományegyetem mérnöki karán több évtizedes oktató-kutató munka folyik élelmiszeripari területen, amely a közelmúltban kibővült műszaki területekkel is. A gyakorlatorientált képzés továbbfejlesztése érdekében 2010-11-ben egy TIOP pályázat eredményeként közel 3000 négyzetméteres új gyakorlati képzőhely épült. A biomérnök, környezetmérnök és élelmiszermérnök szakokhoz három korszerű laboratórium került kialakításra. A munkálatról és a laborok jelentőségéről dr. Hodúr Cecília professzorasszony számolt be. Nagyon izgalmas volt a munka, hiszen a tervezéstől kezdve részt vehettünk az építésen át a laborberendezésig, és így alkalmunk volt arra, hogy azoknak a fő tantárgyaknak, amiket tanítunk, külön labor tudjunk kialakítani, egy általános transport folyamatok, egy környezetmérnöki és egy biomérnöki laboratóriumot. A közel 1 milliárd forintos beruházás maga az épület felépítése mellett a laborok berendezéseinek beszerzésére is lehetőséget biztosított. Így a legújabb oktatási célra kifejlesztett, de ipari berendezések modellezését szolgáló berendezéseket is be tudtuk szerezni, illetve saját kialakítású vagy régebben meglévő berendezéseket is áthoztunk ebbe a laborba, tehát az összes az adott környezetmérnök, biomérnökség területén jellemző alapműveleteket itt a hallgatók ki tudják próbálni. Alapvetően három laboratóriummal rendelkezünk, amelyek a hallgatóknak a rendelkezésére állnak, hogy a különböző, és itt igen sokféle tárgyra kell gondolni, az ehhez kapcsolódó gyakorlati tudást megszerezzék, illetve az ehhez kapcsolódó gyakorlatokat egyáltalán ki tudják próbálni. Én úgy gondolom, hogy a természettudományos és a műszaki képzéseknek talán az első lépcsője az kellene, hogy legyen, hogy a különböző folyamatokat, amelyekről a hallgatók elméletben tanulnak, meg is tudják nézni, ki is tudják próbálni. Ugye egy gépészmérnök, vagy egyáltalán egy műszaki érdeklődésű embernél láthatunk rajzokat, mondjuk egy szelepnek a működéséről, vagy egy gépnek a működéséről, de egészen máshogy lehet azt felfogni, hogyha ki is tudom próbálni, hogy mit tudok elérni azzal, ha egy szelepet megnyitok, vagy különböző módon nyitom meg. Alapvetően a gyakorlatoknál, akármelyik tantárgy gyakorlatánál arra törekedtünk, hogy az alapvető laboratóriumi ismereteket, mondjuk kémiai, biológiai, mikrobiológiai ismereteket kipróbálhassák. Másrésztről pedig, hogy nyilvánvalóan a tematikus részekhez kapcsolódóan olyan méréseket tudjanak végezni, amelyből a műszaki élet és a műszaki gyakorlat számára fontos paramétereket tudjanak kiszámolni, tudjanak méretezni berendezéseket, technológiákat és így tovább, és egyáltalán a valóságban láthassák azt, hogy a különböző folyamatok milyen időtartam alatt mennek végbe, milyen paraméterek hatnak rájuk, és egyáltalán mi lesz a végeredménye. A hallgatók általában heti 3 óra gyakorlaton vesznek részt, ezek alkalmával használják a laborokat. Természetesen akadnak olyan szakok is, ahol kiemelten egy-egy kurzushoz kapcsolódóan szükséges a gyakorlati tapasztalatszerzés, így a hallgatók több szemeszterben heti több alkalommal fordulnak meg a gyakorlat helyszínein. Ezeket a laborokat úgy alakítottuk ki, hogy ezeknek a tématerületeknek az ipari gyakorlatát itt kicsiben el tudják próbálni, tanulmányozni tudják, az elmélet gyakorlat összhangjáról kapjanak valami felvilágosítást, kipróbálják önmagukat, hogyha mérek, az milyen hibákkal, problémákkal járhat. Tehát egy ilyen nagyon izgalmas része ez a mérnökségnek. A laboratóriumokban a nagyobb méretű ipari technológiákat laboratóriumi méretekben végezhetik el a hallgatók. Kialakításuk során igyekeztek a laborokba olyan berendezéseket választani, amelyek a kutatómunkához, az oktatók kutatási témáihoz is illeszthetőek, és hozzájárulnak azok eredményességéhez.
Hogy mi is megismerjük a laborokat és a berendezéseket, Beszédes Sándor körbevezet minket az egyes helyszíneken. A bioműszaki laboratóriumban elsősorban a biomérnök alapszakos hallgatók végeznek gyakorlatokat, illetve a saját élelmiszermérnök hallgatóink. Itt nem csak hallgatói gyakorlatok folynak, hanem ezeket a berendezéseket a kutatásban is tudjuk hasznosítani. Jelenleg a karon több doktorandusz hallgató is dolgozik, közöttük én is. Így lehetőséget kaptunk arra, hogy a kar infrastruktúráját, az új laboratóriumot felhasználva a saját kutatási munkáinkat elvégezzük. A bioműszaki, vagy más néven biomérnöki laboratóriumban elsősorban fermentációs kísérletek zajlanak. Az egyik kiemelt témája, kutatási témája a karnak, illetve a kutatócsoportnak a cellulóz alapú bioetanol előállítása. Ehhez kapcsolódóan, ha ennek az infrastruktúráját nézzük, akkor rendelkezésünkre állnak fermentorok, ebből többféle típus is. Jelenleg is 2 PhD hallgató végzi a munkáját rajtuk. Különböző pályázati forrásokból tudtuk ezeket beszerezni, és már több éve biztosan teljesítik a dolgukat, jól végzik a dolgukat, és már eddig is nagyon szép kutatási eredmények születtek ebből, publikációk, konferencia cikkek és így tovább. Természetesen a kutatási témáink megválasztásánál, illetve művelésénél törekedünk arra, hogy a hallgatóknak is be tudjuk ezeket mutatni. Tehát például ezeken a berendezéseken is szakdolgozós hallgatóink is végeznek méréseket, illetve tudományos diákkori munka keretében is hasznosítják őket. Ugye itt az alapvető téma és célkitűzés ezen kutatási területnél az, hogy az eddig hulladék vagy melléktermékként keletkező, mezőgazdaságban és élelmiszeriparban keletkező anyagokat próbáljuk meg környezetbarát módon egy biohajtóanyaggá, ebben az esetben bioetanollá transformálni vagy átalakítani. Ez ugye a mai napjainknak egyik eléggé kiemelt és kuráns kutatási témája, úgyhogy ennek kapcsán végzünk nagyon sokféle mérést, és nagyon sok hallgató is be van vonva ebbe a munkába. Szintén a biohajtóanyagokhoz kapcsolódóan nem csak a folyékony halmazállapotú, hanem ugye a gázhalmazállapotú hajtóanyagok előállítása is fontos lehet. Ugye itt elsősorban a biogázgyártásra gondolok. Rendelkezünk anaerob fermentorokkal, itt látható az egyik a sarokban. Ezen is egy doktorandusz hallgató végez munkát, illetve a biogáz fermentáció intenzitásának fokozása különböző termikus és nem termikus módszerekkel, ez is egy kiemelt területe a kutatócsoportunknak. Most éppen a környezetmérnöki laboratóriumban állunk. Ez a laboratórium elsősorban a környezetmérnök, alap- és mesterszakos hallgatók oktatására készült el. Hát, ha körülnézünk, akkor láthatjuk azt, hogy itt valóban igaz az, hogy az analitikai laborműszereknek egy széles spektrum áll rendelkezésükre a hallgatóknak. Valóban mindent kipróbálhatnak, és ki is szokták próbálni. Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb, és amit mi látunk a saját tapasztalatainkból, hogy sajnos nagyon sok esetben úgy jönnek be a diákok hozzánk, hogy nem tudnak kezelni egy nagyon egyszerű pH-mérőt, és nem tudják azt sem, hogy a megkapott vagy lemért értékek
azok a valóságnak megfelelnek-e vagy nem. Én azt gondolom, hogy teret kell biztosítanunk a számukra ahhoz is, hogy ezeket meg tudják nézni, ki tudják próbálni. Nem baj az, hogyha először nem sikerül, mindenki valahol elkezdi a munkát, az nem gond, azért vagyunk itt, hogy segítsünk nekik. És azért vagyunk itt, hogy ők ezt valóban megtanulják, és úgy menjenek ki, és úgy kapjanak diplomát, hogy valóban felelős, mondjuk vezetők tudjanak lenni, akik a többieknek a munkáját irányítják. Folyamatok labor egy eléggé speciális területről szólna gyakorlatilag. Transport folyamatok, impulzus és hőtransport folyamatok gyakorlatilag minden mérnöki tudományban előfordulnak. Gondolok itt ugye a hőcserélőknek az alkalmazására, hőveszteségeknek a meghatározására, áramló folyadékokkal vagy gázokkal végzett műveletekre. Ugye ez egy nagyon sokrétű és speciális terület. Ebben a laboratóriumban elsősorban a transport folyamatoknak az alapjait szeretnénk megmutatni és megtanítani a hallgatóinknak. Rendelkezünk olyan berendezésekkel, amelyek az iparból kerültek hozzánk, például egy lemezes hőcserélő teleppel. Általában igaz erre, talán legjobban erre a laboratóriumra, hogy a valódi ipari technológiákban felhasznált méreteket megközelítik az itt alkalmazott berendezések. Ugye például a tejiparban, de a fűtési rendszerekben is használnak hőcserélő berendezéseket. A hallgatóknak lehetőségük nyílik, ugye itt látszik is a berendezés konstrukcióján, hogy nem automatán vezérelt szelepek vannak, hanem ezeket kézzel lehet nyitni-zárni. Ki lehet próbálni, hogy a felmelegítő vagy a magasabb hőmérsékletű közeg, illetve az alacsonyabb hőmérsékletű közeg áramlási sebessége hogyan hat a hőátadási viszonyokra, a berendezés maga, annak a geometriája hogyan hat a hőátadási viszonyokra, mennyire lesz hatékony maga a hőátadási folyamat. A visszajelzések szerint a hallgatók által kedvelt helyszínekké váltak a laborok, a gyakorlati oktatás alatt mindig jó hangulat alakul ki. Engem sokszor meglep ilyen 5-10 éves évfolyam találkozón, hogy mi mindenre emlékeznek a hallgatók, apró kis részletekre, amiket természetesen mi elfelejtünk. De összességében azt gondolom, hogy kellemes emlékek maradnak meg ezekből a gyakorlatokból, még ha akkor pont aznap úgy nagyon elegük van mondjuk a spenótból, mert spenótos szuszpenziót kellett szűrni, és minden zöld volt, de úgy összességében azt gondolom, mire befejezik a tanulmányaikat, megérik bennük, hogy miért is volt mindenre szükség. Készült a Szegedi Tudományegyetem megbízásából a tudományos eredmények elismerése és disszeminációja a Szegedi Tudományegyetemen pályázat keretében. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.